Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Kezdjük azzal, hogy nem tudom, hogy mit szólsz ez a jelenlegi világunkhoz. Szerinted jó irányba halad a jelenlegi világunk? Igen, azért tegeződöm, mert tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szóval nem túl jó felé halad? Tehát mi lesz? Elgondolkodtatok azon, hogy mi lesz ezzel a világgal, hogy ha az emberek hagyják, hogy arra felé haladjon, amerre halad? Hát elképzelhető, hogy tehát hogyha nem bocsátkozunk jóslatokba, akkor is teljesen logikus, hogy van egy nagyon nagy szintű ilyen elhűlés, elbutulás, kinek jobban tetszik, melyik jobban tetszik. Tehát szó szerint. És hát ugye ezzel az a baj, hogyha hát ugye az elbutulás következménye, gyertek ide be. Nem baj, gyertek ide. Az elbutulás következménye, hát a helytelen cselekvés. Tehát egy adott személy, ha elbutul, akkor helytelen cselekszik. Ha egy társadalom elbutul, akkor a társadalom helytelen cselekszik. És ugye a helytelen cselekvésnek a következménye az a rosszabb élet. És ugye a nagyon elbutulásnak meg a sokkal rosszabb élet. Tehát nem tudom, ki az, aki szokott hallgatni, mondjuk természetesen rajtam kívül, olyan előadókat, akik gazdasági dolgokkal foglalkoznak. Én is. Tehát ugye jellemzően azt látom, hogy férfiak tették fel a kezüket, de a hölgyek egyáltalán nem, és a férfiak közül sem mindenki. De a férfiak többsége föltette a kezét. Oké. Miért kérdezem ezt? Mert hát hogyha a gazdasági szakembereket hallgattok időnként, akkor elmondják azt, hogy a világban nagyon nagy pénzügyi gond van. És ott, ahol még van középréteg, mert ugye a világon rengeteg országban csak van egy szegény réteg, meg egy gazdag réteg. Tehát nincs középréteg. Tehát például Afrikában nincs középréteg. Jó, tehát Dél-Amerikában sincs igazából középréteg. Tehát egy csomó országban mondhatjuk azt, hogy a világ nagy részén nincs középréteg. Van a szegény réteg és van a gazdag réteg. Nyilván a szegény réteg az nagyon sok ember, a gazdag réteg hozzájuk képest meg nagyon kevés. Tehát mondhatni azt, hogy a lakosság 99%-a a szegény, 1%-a meg jó módú. Oké? Nálunk ez nem így volt. Nálunk ez úgy volt, hogy a lakosság több mint 70%-a az a középrétegbe tartozott. Így van. És ugye a szegény réteg az egy ilyen 20% körüli réteg volt csak. Na most. Tehát a gazdasági szakemberek szerint, meg szerintem is, mert ugye
gazdasági dolgokban jártas ember vagyok, és ugye pénzügyi cégnek voltam a vezetője. Úgyhogy ezáltal, ugye a múltban, ezáltal ugye a gazdasági dolgokhoz értenem kellett. Tehát elindult az, azokban az országokban, ahol van középréteg, a középréteg elszegényítése. Az a helyzet, hogy az emberek ezt még nem tapasztalják kellőképpen a bőrükön. Bár ugye itt azért lényeges inflációk voltak itt az elmúlt időszakban, csak az inflációs adatok azok ahol vannak tévesek. Ugye, ugyanis a statisztikát, az, hogy mekkora volt az infláció, az igazából senki nem tudja kiszámolni. Mármint egy lakossági szinten. Senki nem tudja kiszámolni. Ugye van nálunk Magyarországon egy KSH, Központi Statisztikai Hivatal adat, amelyre hivatkoznak állandóan. De ugye én foglalkoztam statisztikákkal is, nem keveset, sőt tanítom is a statisztikákkal kapcsolatos dolgokat. Tehát statisztikát tanítok is. És tudom azt, hogy a statisztikákat hogy lehet manipulálni. Oké? Okay. Azt is tanítom a vezetőknek, hogy hogy figyeljenek oda, hogy ne hagyják a statisztikák manipulálását. És a lényeg az, hogy azok a statisztikai adatok, amik a világban vannak, azok alapvetően, főleg a mai világban, azok igazából nem tükrözik a valóságot. Tehát most mondok példát, jó? A statisztikai adatok manipulálására, tehát az inflációs statisztikai adatok manipulálására. Én megéltem hivatalos 36%-os inflációt. Ez 93-94 környékén volt, ha jól emlékszem. Ugye itt többen bólogatnak. Szóval, és azt bevallották. Oké? Okay? Most, ami volt mondjuk tavaly, azt mondták, hogy 20% volt, így durván. 17,5. Jó, oké. Okay. Tehát 17,5. De amikor 36%-os infláció volt, nem éltünk meg olyat, hogy hetente emelkedtek az árak a boltokban. Tehát ezt nem éltünk meg ilyet. Tehát 93-94 környékén, mikor 36%-os infláció volt, nem éltünk meg olyat, hogy hetente, ha mentünk vásárolni, akkor drágább és drágább és drágább árat éltünk meg. Nem volt ilyen. Most viszont volt ilyen a múlt évben, ha emlékeztek. Ami azt jelenti, hogy nagyobb mértékű volt az infláció, mint 93-ban, vagy 94-ben. Nagyobb mértékű volt. Mégis a bevallott infláció az fele volt annak, mint amit 93-ban, 94-ben bevallottak. Tehát lehet látni azt, hogy az inflációt manipulálják. Mármint a inflációs adatokat, tehát inkább úgy mondanám, hogy a statisztikát manipulálják. Na most, mihez kell mérni az inflációt? Jó, tehát nem ehhez mérik, nem ehhez mondják, tehát pedig ehhez kellene. Igazából azért nem ehhez mérik, mert az az anyag, amihez mérni kellene, az tőzsdén van. És a tőzsdét is manipulálják. Oké? Okay. Tehát ugye, hogy manipulálják a tőzsdét? Nagyon egyszerű. Ha azt akarják, hogy bizonyos dolog olcsóbb legyen a tőzsdén, akkor el kell adni. Illetve
Igen, el kell adni. Akkor sokat el kell adni. Oké? Ha azt akarják, hogy emelkedjen, akkor sokat kell venni. Tehát a tőzsde így működik. Tehát akkor drága a tőzsde, ha sokat vásárolnak, és akkor olcsó a tőzsde, ha sokan eladnak. És ugye vannak olyan milliárdosok, meg milliárdos cégek, akik ezáltal tudnak a tőzsdén, a tőzsdét manipulálni, hiszen milliárdokat fektetnek be a tőzsdére. Na most, alapvetően van egy, a világban egy stabil, nemzetközileg elfogadott pénzfizető eszköz, vásárló érték, ami igazából stabilnak mondható. Ezt pedig úgy hívják, hogy arany. Nyilván avval is játszanak, mert hogyha sok aranyat vesznek, akkor fölemelkedik az ára, sok aranyat eladnak, ami ugye ritkán van, hogy sok aranyat eladnak, akkor lemegy az ára. Tehát gyakorlatilag az arany ez egy nemzetközi fizetőeszköz. És ahhoz kellene mérni az inflációt. Tehát ahhoz kellene nézni a valuták értékét, az aranyhoz. Ha az aranyhoz képest a valuták értéke növekszik, akkor defláció van. Ha az arany értékehez képest a valuták árfolyama csökken, vagy adott valuta árfolyama csökken, akkor infláció. Éppen néztem a minap 5 hét alatt 12%-ot csökkent a forint az aranyhoz képest. 5 hét alatt. 12%-ot. Akkor ha azt megszorozzuk 10-hánnyal, nem egész 12-vel, mondjuk 10-zel, akkor az 120%-os infláció. Oké? Ha évesre vetíteni. Jó? Tehát az na azért nagyon durva. Ha 3 hónap alatt 12%, akkor csak 4%. Mondom, 5 hét alatt. 5 hét alatt, azt mondtam. 5 hét alatt 12%. Azért szoroztam meg 10-zel. Mert ugye 52 hét van, az durván 57. És akkor 120%, éves szinten 120%-os infláció. Reméljük nem lesz ennyi, de akkor is ez most ezt jelentette. Ez az 5 hét. Ez 120%-os inflációt jelentett. Jó, szóval ezt ugye miért mondom? Tehát az emberek nem tájékozódnak gazdaságilag. Tehát nem látják át, hogy milyen helyzetben vagyunk. És nem csak Magyarország, hát ha megnézed az euróhoz képest, nem néztem konkrétan, de hasonló mértékben emelkedett az arany. Tehát a dollárhoz képest is, stb. Stb. Szóval igazából ez azt jelenti, hogy igen-igen nagy válság. Ban vagyunk, csak próbálják ezt a válságot elhallgatni. Azért, hogy ne törjön ki pánik. Oké? Tehát szó szerint ne törjön ki pánik. Tehát már azt is látni, hogy mit tudom én, sok embernek itt az elmúlt egy évben még 2500 forint is valamilyen szinten gondot jelentett. Annak a kifizetése. Havi szinten egyszer. 2500 forint. Vagy 2700. Nem is 2500. Szóval szerintem ilyen 2 év alatt a szegény réteg lélekszáma az megduplázódik, megduplázódott statisztikailag. Tehát ahhoz képest, amennyi volt a szegény réteg, ahhoz képest mondjuk az elmúlt 2 évben
szerintem megduplázódott. Na most ugye az azt jelenti, hogy még mindig van középréteg, de az emberek nem látják át, hogy hamarosan nem lesz. Tehát itt sem. Nem látják át. És ugye mi a megoldás? Tehát kormányilag, ha a kormány, bármelyik kormány akarná ezt a megoldást adni, nincs megoldás. Nincs megoldás. Tehát a kormányoktól ne várj megoldást. A kormányok nem tudják megoldani. A kormányok most úgy oldják meg, amelyiknek saját pénznyomtatási joga van, oké, azok úgy oldják meg, hogy nyomtatnak pénzt. De azt tudjuk, hogy az megint inflációgerjesztő. Tehát mi nem nyomtathatunk pénzt. Az EU-ban ugye az országok nem nyomtathatnak pénzt. Mi biztos, hogy nem. Mi, ha több pénzt akarunk kibocsájtani, képzeljétek el, meg kell venni. És ha erre nincs pénzünk, akkor hitelbe adják. Szó szerint, és azt ki kell fizetni. Tehát van ez a közös bankunk itt az EU-ban, ahonnan vesszük a forintunkat, képzeljétek el, honnan vesszük a forintunkat, és ugye ráadásul euróban kell kifizetni. És ha nem tudjuk euróban kifizetni, akkor hitelre fölvettük, kamattal természetesen. Ez nehogy azt hitt, hogy ez kamu, amit mondok, ez így van, utána tudsz járni. Tehát azoknál az országoknál, ahol van pénznyomtatás, például a japánoknál, ott nincs ilyen probléma. Tehát a japán állam tud pénzt nyomtatni. Oké, ilyen. A kínai állam is, az orosz állam is. Az amerikai állam már nem így van. Mert az amerikai állam magánbanktól veszi a pénzt. Képzeld el? Ugyanis a Fedtől, így van, az már nem állami tulajdon, az amerikai ezt nem is tudják. Pedig tudjátok, mióta nem állami tulajdon? Ezért kellett elsüllyedni a Titanicnak, hogy ne legyen állami tulajdon a Nemzeti Bank. Érted? Tehát ugyanis a Titanicon olyan emberek utaztak, akik nem akarták azt, hogy állami tulajdonból, magántulajdonba menjen át az Amerikai Nemzeti Bank. Mondom, ez tény. Tehát olyan képviselők utaztak a Titanicon, akik megakadályozták volna, hogy az Amerikai Nemzeti Bank az magánkézbe kerüljön. Na most, de mivel elsüllyedt a Titanic, és ők valahogy nem élték túl, ezáltal egy pici többséggel sikerült megszavazni azt, hogy kivegyék az állami tulajdonból az Amerikai Nemzeti Bankot, és magán cégek átvegyék a tulajdonlását. Például olyan cégek, mint Rothschild, olyan család. Hát de nem a család vette át, hanem a cég. Rothschild tulajdonú cég. Vagy olyan, mint Rockefeller, persze, vagy olyan, mint Morgan, mert ugye több család tulajdonában áll az Amerikai Nemzeti Bank. És ezt az amerikai állampolgárok nem tudják, azoknak a nagyon nagy része, halvány lila dunsztja nincs, azt hiszi,
hogy az Amerikai Nemzeti Bank az állami tulajdonban van. Hát a magyarok is azt hiszik, hogy az Amerikai Nemzeti Bank, vagyis a Magyar Nemzeti Bank az állami tulajdonban van. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak nem dirigál a magyar állam, és nem is dirigálhat, ezt aláírtuk az EU-ba való csatlakozással. A Magyar Nemzeti Banknak, hát ott van pedig benne, hogy Nemzeti Bank, az EU dirigál. Illetve nem az EU, hanem ez a közös bank, tudod. Mit tudom én, hogy hívják? Nem tudom, minek hívják. Igen, Európai Központi Bank. Az a Nemzeti Bank elnökének az a főnöke. Oké? Tehát nem a miniszterelnökünk. Csak hogy tiszta és világos legyen. Szóval egy érdekes világban élünk, ahol ugye nem tudjuk megoldani a pénznyomtatást, ezért nem tudjuk azt megcsinálni, hogy romlik a pénz értéke, és mégsem romlik az életszínvonal. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Ezt az USA-ban sem tudják megcsinálni, és Európában, az EU-ban sehol nem tudják megcsinálni. Oké? A japánok meg tudják csinálni, a kínaiak meg tudják csinálni, az oroszok meg tudják csinálni. Mi nem tudjuk megcsinálni. Mert nincs saját pénzünk nyomtatása. Oké? Nem nyomtathatunk pénzt. Ha nem hiszed, hogy ez így van, nézz utána más gazdasági szakembereknél is. Ez így van. És azóta van ez így, amióta EU tagok lettünk. Csak hogy tiszta és világos legyen. Szóval akkor nézzük tovább. Ugye a kormányok eladósodtak a világban mindenütt. Eladósították őket. Hogy adósodtak el? Nagyon egyszerű. Úgy adósodtak el, főleg azok az országokról van szó, amelyik nem tud saját pénzt nyomtatni. Hogy minden kormány, amelyik az ország pénzével gazdálkodik, ugye van egy, hallott erről mindenki erről a szóról, hogy van egy költségvetése. És 100 esetből 99 túllépi a költségvetési, a tervezett költségvetési keretet. Magyarul többet költ, mint amennyi pénz áll rendelkezésére. Ahhoz, hogy költsön. Ez általában 1-2-3-4%-kal többet. Tehát mit tudom én, mondjuk Magyarországnak van egy éves költségvetése, mondjuk 17 ezer milliárd forint, nagyságrendileg, hát annak megnézed, a 17 ezer milliárd forintnak mondjuk, ha 1%, sose volt 1% a költségvetési hiány, mindig több volt. Tehát sose volt 1%, hanem mindig több volt. Tehát mindig ilyen 2-3-4%. De ha mondjuk 1%-kal számoljuk a 17 ezeret, akkor az 1770 milliárd forint, ha 1% a költségvetési irány. Világos ez? Na most, ha országnak van saját pénz nyomtatási joga, akkor fogja ezt, kinyomtatja ezt a 170 milliárd forintot. Érted? És berakja a gazdaságba, és működik a dolog. Magyarország, mivel nem nyomtathat pénzt, ezért ezt a 170 milliárdot fölveszi ettől az Európai Közös Banktól. Oké? Kamatra. Kamatra.
Nyilvánvalóan. Tehát ezt a 100, és ezért ugye nem is forintot kell fizetnünk, hanem természetesen eurót. De mivel ugye nekünk eurónk nincs, ezért még váltási költségünk is van. Ugye a váltási költség, hát az eladás és a vétel között általában olyan 5% legalább. A valutánál persze. Hát a devizáknál is. Kevesebb? Nem. Az régen volt. Szóval, lényeg az, hogy mindenféleképpen rosszul járunk, és de hát ez nem csak nálunk van így, hanem az Amerikában is így van, megveszik a magánbanktól a költségvetési hiány összegét, és utána kamattal fizetik ki. Na most, gondold végig, az országok, ha minden évben költségvetési hiányt hoznak létre, elfejtettem lenémítani, le kellene. Költségvetési hiány, keletkezik, akkor minden évben egyre és egyre több az adóssága, amit ki kell fizetni ezeknek a bankoknak. És az országok így évről évre adósodnak el. Azok az országok nem, amelyiknek saját pénznyomtatási lehetőségük van, azok nem. Azok nem. És ezáltal, gondold végig, egyre nagyobb és nagyobb az adósság. Minden országban. Ahol ilyen van. Mint nálunk. Tehát a kormányok gyakorlatilag nem tudnak csinálni semmit. Tehát ha a kormányok javítani akarnának az ország helyzetén, akkor ugye pénzre lenne szükség. De a pénzt azt meg kell venni, és azt hitelre fogják megvenni. Érted? Tehát azáltal az ország még jobban eladósodik. És az ország adósságát mondjuk 90-95%-os arányban kik fogják visszafizetni? Hát a lakosság persze. Természetesen. És a maradék? Hát az az állam. Hát az az állam. Tehát az állam is valamilyen szinten gyűjt bevételt, de akkor is a zömét az adósságnak, az állami adósságnak a nagyon nagy részét nyilvánvalóan a lakosság fizeti ki. Na most, tehát az államtól te ne várj semmilyen megoldást arra, hogy egy államok által olyan világban, amelyik, ahol az államok el vannak adósítva, tudnak segíteni a lakosságon. Ezért van az, hogy Dél-Amerikában sincs megoldás már évtizedek óta. Tehát Dél-Amerikában már régen el vannak adósodva az országok, és egyszerűen bármilyen kormány kerül a hatalomra, semmi nem változik, mert nem tudják megoldani. Tehát akkor változna, azt mondaná a hitelező, hogy elengedem az adósságot. De ezt profitorientált cégekről van szó, nem fogja csinálni. Oké? Na most, csak azért, hogy tiszta és világos legyen, mi most haladunk a dél-amerikai életszínvonal felé. Oké? Tehát az országok egyre jobban eladósodnak, minél jobban eladósodnak, ugye annál inkább a kormányok semmit nem tudnak csinálni, és hát ez azt jelenti, hogy a lakosságtól egyre és egyre nagyobb és nagyobb elvonást csinálnak. Mert gondold végig,
nem a vállalkozásoktól vonják el, mert a vállalkozások azok nem tudnak működni a lakosság nélkül. Oké? Tehát a végfelhasználó az mindig a lakosság. Tehát abban tisztában kellene lenned, hogy a cégek azok a lakosságtól függnek. Hát a lakosság nem vásárol, na a földön, akkor az összes cég tönkre menne. Világos ez? Tehát azért tudnak működni a cégek, mert a lakosság kifizeti azt, amit a cégektől megvehet. Oké? Tehát ha a lakosság elkezdene önfenntartó lenni, akkor az összes cég tönkre menne. Világos ez? Ami ugye manapság lehetetlen. Mármint az, hogy önfenntartó legyen a lakosság. Az már az a rég túl van a lakosság, hogy önfenntartó legyen. Jó, tehát akkor mi a megoldás? Tehát mi a megoldás egy ilyen világban? Tehát ezt azért mondom, ez, tehát azt mondják, hogy ez negatív gondolkodás, egyesek azt mondják. Ez nem negatív gondolkodás, ezek tény adatok, amit elmondtam. Tehát egy gazdasági szakember tudja azt, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát egy pénzügyi szakember tudja ezt, hogy a pénzügyel kapcsolatosan minek mi lesz a következménye. Érted? Tehát ezt itt legfeljebb az van, mint ami eddig is volt, hogy próbálják kitolni további hitelekkel. Próbálják kitolni az összeomlást. Szó szerint. De ez az összeomlás, kinek lesz összeomlás? Nem a szegényeknek, mert azok már szegények. Nem a gazdagoknak, mert a gazdagok még mindig hasznot húztak az összeomlásból. A középrétegnek. Oké? A középrétegnek lesz nagy probléma. És Európában a középréteg a legszélesebb réteg. Messze a legszélesebb réteg. És a középréteg alsó széle, az már tönkrement. Tehát az már tönkrement. És most kezdik a magasabb keresetű középréteget tönkretenni. Na most, tehát ha egy egyén arra vár, hogy majd egy másik, teljesen másik kormány majd megoldja ezt a kérdést, akkor az illető nagyon buta. Hát csak meg kell nézni a dél-amerikai példákat. Egy kormány se tudta megoldani. Tehát amelyik például azt mondta, mert volt ilyen dél-amerikai kormány, amelyik azt mondta, hogy jó, nem fizetem az adósságot. Tudod, mit csináltak vele? Vagy megölték az elnököt, vagy két vára fektették. Szó szerint. És nem tudod mit csinálni. Oké? Mondok példát, európai példát, jó? Nézd meg, van a görög válsággal kapcsolatosan egy film. Nagyon tanulságos. Nem tudom a címét. Ha beírod, hogy görög válsággal kapcsolatos film, rátalálsz. Nem dokumentumfilm, film. Tehát feldolgozták a görög válságot. Tudod, mikor Görögország majdnem csődbe ment, emlékszel rá? Na, azt feldolgozták, filmet csináltak belőle. És hiteles filmet csináltak. Az utolsó pillanatban megvették a görög kormányt. Szó szerint. Tehát két fára fektették őket. Tehát ugye már azt tervezték, hogy visszavezetik a drachmát. És utána volt egy berlini konferencia a görög kormány meg a német kormány által, még ugye a Merkel,
És utána hirtelen úgy mentek haza, hogy minden rendben van, nem lesz drakma, marad az euró. És tudod, mit csináltak a görögök? Eladták a szigeteik jó részét külföldi cégeknek. Oké? A szigeteik jó részét eladták. Így oldották meg. Tudtad? Hát akkor most már tudod. Oké? No szóval, lényeg az, de ha megnézed, azóta Görögországban a lakosság életszínvonala drasztikusan visszaesett. Drasztikusan. És a görög emberek azóta sokkal rosszabb hangulatúak, mint előtte. Pedig a görög emberek voltak a egyik leglazábbak Európában. Na most ezt valamilyen szinten az olaszokkal is megcsinálták, mert ők a másik leglazábbak voltak. A harmadik a spanyolok, akik mindegyik laza, ugye mind a három nagy nép laza volt, na már egy se laza. Tehát mindnek lényegesen csökkent az életszínvonala a népnek. És lényegesen csökkent a hangulatuk az embereknek. Jó? Tehát nincs megoldás. Tehát a megoldás az lenne, hogy elengednék az adósságot, és rábíznák az országokra a saját pénz nyomtatási jogot. Ez lenne a megoldás. Ezt nem fogják megengedni. Ezt felejtsd el. Oké? Tehát ezt felejtsd el. Tehát ami azt jelenti, hogy én réges-rég tanultam ebben kapcsolatban egy szabályt. Hogy mit csináljon az ember akkor, ha nehezülnek az életkörülményei. Oké? Mert itt nem a társadalomról van szó, drága barátom, hanem rólad. A társadalom az egyénekből áll. A társadalomnak akkor csökken az életszínvonala, ha az egyéneknek csökken. Világos voltam. Ha az egyéneknek nő az életszínvonala, akkor a társadalomnak is nő az életszínvonala. Tehát a te életed az nem mástól függ, hanem tőled. Ezt fel kellene fogni. Ami azt jelenti, hogy a világon mindig azok boldogultak könnyebben, akik nyitottak voltak. Oké? Azok mindig nehezebben boldogultak, akik nem voltak nyitottak, vagy kevésbé voltak nyitottak. Miért? Mert van egy nagy problémája a lakosságnak. Hogy nem a szabadságra törekszik, hanem a biztonságra. Tehát az egyének a biztonságra törekednek. Ez a legnagyobb problémájuk az embereknek. Hogy a legtöbb ember a biztonságra törekszik. Ebben benne van természetesen az anyagi biztonság is. Tehát biztonságban akarnak élni. Na most, a biztonságot leginkább két dolog nyújtja. Ez egy kis képzés. Módszert úgyse adok. Azt a másik részbe. Tehát két dolog. Az egyik a család. A másik pedig a komfortzóna. Komfortzóna. Mit jelent a komfortzóna? Ugyanazt mindenki tudja, mit jelent a család. A család a közvetlen hozzátartozókat jelenti. Mit jelent a komfortzóna?
komfortzóna a megszokásokat jelenti. A megszokások azok az embereknek biztonságot adnak. Amihez hozzászoktak, azzal kapcsolatban úgy érzik, hogy biztonságban vannak. Igen ám, de ha egy ember nyitott, akkor nyitott arra is, hogy kilépjen a komfortzónájából. De abban a pillanatban a legtöbb ember, aki biztonságra törekszik, rosszul érzi magát, mert abban a pillanatban, amikor kilép a komfortzónájából, már nem érzi magát biztonságban. Tehát kilép a megszokásaiból, nem érzi magát biztonságban. Tehát az embereknek, a túlnyomó többségének, tehát a megszokások nyújtják a biztonságot. Hiszen gondoljuk végig, hogy a szokásaid által jutottál oda, ahol vagy. És ha te a közép rétegbe tartozol, nem a szegény rétegbe, akkor a megszokásaid által elérted azt, hogy a közép réteg része legyél. Világos ez? És ezáltal a tudatalattidba szépen beépült, hogy a megszokásaid következménye a viszonylag jó élet. Nyilvánvaló, hogy mivel a tudatalattidban ez van benne, ezért a tudatalattid azt sugározza, azt súgja számodra, hogy a megszokásaid az a biztonság. És abból nem szabad kilépni, mert abból baj lehet. Honnan veszi ezt a tudatalattit, hogy baj lehet? Mert esetleg előfordult az életedben már olyan, hogy kiléptél a megszokásodból, és bajba jutottál valamilyen szinten. Lehet, hogy nem nagy bajba, csak kisebb bajba, de az bőven elég volt a tudatalattidnak, hogy azt mondja, hogy na látod, na ezért nem szabad kilépni a megszokásodból, mert bajba kerülsz. Oké? De ha egy ember gondolkodik, akkor nem az ösztöneire hallgat, hanem az eszére. És én a 90-es évek végén már tanultam olyat, hogyha nehezednek az életkörülményeid, ne foglalkozz azzal, hogy mit mondanak az emberek. Ne foglalkozz azzal. Ezt én tanultam. Ne azzal se foglalkozz, hogy mit gondolnak. Hanem dolgozz többet. Nem mit? Ez a tanítás. Dolgozz többet. Mert ha többet dolgozol, akkor várhatóan több pénzed lesz. De, ha vannak olyan munkahelyek, hiába dolgozol többet, nem lesz annyival több pénzed, mint amennyivel többet dolgozol. Főleg régen, mikor még ezt tanították nekem, akkor még progresszív volt az adózás. Tehát minél többet keresett valaki, annál többet adózott. Százalékosan. Szóval, hát még az ember, ha gondolkodik, van egy munkahelye, és azon többet dolgozik, akkor mondjuk most dolgozik 8 órát, mennyit dolgozhat? Ha mondjuk a 12-t dolgozik, csak most mondtam valamit, hát akkor fog jó esetben másfélszer többet keresni. Na másfélszer több is kevés.
Hát ha van, mit tudom én mondjuk, bevallottam mondjuk 20%-os inflációt, csak mondtam egy számot, az úgyis a rendszeres fogyasztási cikkekre sokkal magasabb. Tehát amit rendszeresen fogyasztanod kell, ott az infláció sokkal magasabb, ahogy megfigyelted. Amit hébe-hóba vásárolsz, mondjuk évente egyszer, vagy öt évente egyszer, ott meg jóval alacsonyabb, és az átlag, elvileg az átlagot mondják, elvileg. És akkor mondtam, hogy a statisztikákkal úgy lehet játszani, hogy akarnak, mert nincs, aki ellenőrizze őket. Világos ez? Tehát most mondok egy példát, hogy lásd, hogy a kormány hogy tud csalni a statisztikákkal, jó? Mielőtt az EU-ba bekerültünk, ugye az EU-ba szabályozták azt, hogy hány százalék lehet a munkanélküli. És Magyarországon jóval több százalék volt a munkanélküliek száma, jóval magasabb százalék volt, mint hogy bekerülhettünk az EU-ba. Ezért tudod, mit csináltak? Fogták, és nem csaltak, tudod, mit csináltak? Leszázalékolták azokat, akiknek egy kis bajuk volt. És nyugdíjba küldték. Leszázalékolt nyugdíjasok lettek. Például lent Szabolcsba az 1200 fős faluból dolgozott 4 ember hivatalosan. Érted? Gyakorlatilag le volt százalékolva a falu. Szó szerint ért. Azóta természetesen már nem így van, már azóta munkanélküliek, de nem. Utána megnéz, tehát ezáltal levitték olyan százalékra a munkanélküliséget, hogy bekerülhettünk az EU-ba. Akkor mondom, most is van egy olyan, hogy hány százalék lehet a munkanélküliség Magyarországon, illetve az EU-ban, egy-egy országban. Ezért, ha visszaemlékszel, régen 2 év volt a munkanélküli segély. Most 3 hónap. Ami azt jelenti, hogy 3 hónap után mindenki kikerül a munkanélküli segély rendszerből. Mindenki. Ami azt jelenti, hogy onnantól már hivatalosan nem munkanélküli. Hiába nem talált munkát, akkor sem, hivatalosan nem munkanélküli. Ezáltal a munkanélküliség a ráta alatt tud maradni. A hivatalos ráta alatt. Így lehet játszani a statisztikákkal. Oké? Ilyen egyszerűen. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy ugye én azt tanultam, hogy többet kell dolgozni. De azt is tanultam, hogy nyitottabbnak kell lenni. Nyitottabbnak kell lenni. Mire? Tehát gondold végig, amikor én alkalmazott voltam, és többet akartam keresni, nekem lett egy másodállásom. Másodtevékenységem, inkább úgy mondanám. Ha még többet akartam keresni, akkor lett egy harmad. És ha még többet akartam keresni, lett egy negyedik. Oké? És utána, ami az utolsó lett, végül az lett a fő tevékenységem, és a többit szépen, fokozatosan leépítettem. Tehát ami azt jelenti, hogy nyitott voltam arra, hogy újítsak, hogy belefogjak más területbe. Érted? A fő tevékenységemen túl. És akkor kísérleteztem, hogy az egyikkel, amivel belefogtam, mennyit tudok keresni, a másikkal, amivel belefogtam, mennyit tudok keresni, a harmadikkal, mennyit tudok keresni. És végül a negyedik lett az életem. És azóta is a negyediket csinálom.
És volt olyan időszak, hogy a négy az párhuzamosan ment. Nyilván sok időt vett igénybe, de akkor sem mindegyik 8 órát, mert az 32 lett volna. Annyi meg nincs egy napban. Ami azt jelenti, hogy a fő tevékenységemnél megtehettem, hogy keveset foglalkoztam vele. Tehát mondok példát, még további példát. Nekem voltak olyan, ugye 91-től van saját szervezésű csapatom. 91-től találkoztam olyan emberekkel, nem is kevéssel, aki nagyon jó munkaerő volt a munkahelyén. És egy nagyon jó munkaerő sok mindent el tud érni a munkahelyén, a munkáltatóval szembe, hogyha meg akarja tartani őt a munkáltató. Ez azt jelenti, hogy akár azt is megtehette, hogy mondjuk átmehessen 6 órába. És 6 órába végezze a munkát, az még mindig fő tevékenység a 6 órás munkaidő, csak úgy mondanám. És az azt jelenti, hogy felszabadult mondjuk 2 órája, és mellette tud más csinálni. De ehhez jó munkaerőnek kell lennie, hogy ezt meg tudja csinálni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Akire azt mondják, hogy na, tök mindegy, hogy van vagy nincs, hát az ez nem tudja megcsinálni. Sőt, utána akár azt is meg tudta csinálni, hogy 4 órás lett, ami már nem főtevékenység, csak másod. És lett neki főtevékenysége. Oké? Okay. Szóval, tehát azt gondolod, hogy a középrétegbe helyezett téged a szokásaid, és ez a jövőben is működni fog, akkor óriási csalódás elé nézel. Jó, ha tudod. Tehát az embernek nagyon nyitottnak kell lenni arra, ami a világban nem politikailag történik, hanem gazdaságilag történik. Nem katonailag történik, hanem gazdaságilag történik. És nyitottnak kell lenni arra, hogy merre felé haladunk, mi várható, és te mit tehetsz a negatív hatások elkerülésére. A társadalom nem fog tenni semmit, főleg nem érted. Oké? Okay? Ha az egyén nem tesz magáért, a családjáért, akkor senki nem fogja megmenteni. Tehát egy olyan világ jött el, hála Istennek, ahol az emberek azok fognak túlélni, akik kellően nyitottak. És mernek, na itt jön a biztonság feladása, tehát amikor az ember kilép a komfortzónájából, akkor merni kell. Bátorságra van szükség. Sokan azért nem lépnek ki, mert félnek. Bátorságra van szükség. Ahhoz, hogy az ember belekezdjen egy plusz jövedelem szerzésbe úgy, hogy az teljesen eltér attól, amit esetleg addig csinált. Tehát most gondold végig, vajon amit én kezdtem el az életembe, és amit most csinálok, aközt nincs óriási különbség? Hát én autószerelőként kezdtem az életemet. Majd letettem a mestervizsgát autószerelésből. Azért, hogy majd maszek autószerelő legyek. Ehhez képest most
coach területen a legtöbb coachot képezem az országban. Mi köze volt a coach képzésnek az autószereléshez? Tudod, miért történt ez így? Mert mertem. Én mertem kilépni a komfortzónámba. Világos? És nem úgy mertem, hogy tanítottak erre rá. Amikor erre tanítottak, már rég cégtulajdonos voltam. Hát hiszen 93-tól cégtulajdonos vagyok, és 98-99-ben tanították ezt. Tehát sokkal később. Hát az embernek nem azért kell ilyeneket csinálni, mert ezt tanítják, mert az élet ezt diktálja. Hát most gondold végig, valaki mondjuk állattenyésztéssel foglalkozik. És mondjuk azon a területen dögvész pusztít. Döglenek az állatok. Akkor is állattenyésztéssel akar foglalkozni. Már eddig állattenyésztéssel foglalkoztam, innentől, ha éhen pusztulok, akkor is állattenyésztéssel foglalkozom. Hát ekkora ökörséget, érted? Hát akkor fogja és rátér a mezőgazdaságra, érted? És ott hagyja az állatokat. Vagy fordítva, ha mondjuk olyan világ van, hogy a mezőgazdasági termékek semmit nem érnek, akkor elkezd foglalkozni állattal. Érted? Hát az ember vált. Vagy akár teljesen vált. Mint amit én csináltam. Tehát gondold végig, hova jutsz, ha ugyanezt csinálod. Mint annak idején beszéltünk emberekkel. Mikor tudjátok, a rendszerváltás elindult. Ugye a 90-es években. És kezdték bezárni a bányákat. Szénbányákat, egyéb bányákat. És akkor a rengeteg bányász volt, addig még nem kezdték el bezárni a bányákat. És mit mondtak a bányászok jó része? Hát most mit csináljak? Én bányász vagyok. Én ezt tanultam, ezt csináltam egész életemben eddig. Hát de már nincs bánya, de ő akkor is bányász. Hát de már bezárták a bányát, de ő akkor is bányász. Hát most ugyanez van, érted? Omlik össze a világ. Ha nem gazdaságilag omlik össze. Hát omlik össze a világ. Tehát most gondold végig, az, hogy ide jut a világ. Mikor kezdtem erről beszélni? Irmuska tudná legjobban. Mióta ő itt tanul, 95 óta itt tanul, hallja tőlem, hogy elérkezik ez az időszak. 95. Tehát nem, 95-ben nem azt mondtam, hogy holnap lesz ez így, hanem elérkezik a 21. században ez. Tehát ugye akkor már pénzügyi cégnek voltam a vezetője, tulajdonosa. És ugye átláttam ezeket a helyzeteket. Mert tanulmányoztam ezt a területet. És lényeg az, hogy gondolkodni kell, ki kell lépni a komfortzónába, merni kell. És ugye mi a baj ezzel a komfortzónából kilépésnek? Hogy sok ember azért rossz tapasztalatot szerez a komfortzónából kilépéssel, mert magára marad. És nincs, aki segítsen neki. Nincs, aki tanácsot adjon neki. Vagy ha van, azt nem tudja megfizetni. Tehát ha az ember gondolkodik, akkor olyan terület felé kell kinyitni az embernek a figyelmét, ahol tud kapni segítséget. Ahol van egy közösség.
ahol vannak vezetők, akik tapasztaltak és adnak segítséget. Azt is figyelembe kell venni, nekem van itt egy olyan rész a bemutatómban, mindjárt oda megyek, ez volt az? Ja nem. Na, pillanat. Itt van. Hogy milyen egy igazán jó pénzteremtő tevékenység. És ennek van felsorolva 20 feltétele. Ez fönn van egyébként a weboldalunkon. Ez a 20 feltétel, ezt figyelembe lehet venni bármilyen pénzkereső tevékenységnél. Hogy vajon ez a 20 feltétellel az a pénzteremtő tevékenység rendelkezik-e? És azt fogod látni, hogy nem találsz olyan szervezetet, amelyevel a 20 feltétellel rendelkezik. Csak egyet. Ezt úgy hívják, hogy PPH. Ez a miénk. Nincs több a bolygón. Nincs több. Van egy pár dologban, amiben világviszonylatban, nem csak Magyarországon egyedülállóak vagyunk. Ami azt jelenti, hogy páratlan dolgot csinálunk. Mi ez a páratlan dolog? Nem találsz még egy olyan szervezetet, amelynek technikája, módszere és küldetése van avval kapcsolatban, hogy az embereket tudatossá tegye. Egy van ilyen, ez mi vagyunk. Miért kell tudatossá tenni az embereket? Hogy kihúzzák magukat a slamasztikából. Ezért. Világos ez? Vagy ne kerüljenek bele a slamasztikába. Ezért. De van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy a kutat akkor kell kiásni a vízért, amikor még nem vagy szomjas. Nem akkor kell elkezdeni kiásni a kutat, amikor az ember már szomjas. Mert addigra szomja hal. Mire kiássa? Tehát időben kell az embereknek elkezdeni dolgokat, és én ezt már mondom egy pár évtizede lassan, hogy időben kell elkezdeni. És akkor az emberek meg alszanak, a kis csipke rozsika álmaikat alusszák. És akkor egyszer fölébrednek arra, hogy bilibe lóg a kezük. Ha elolvastad, akkor olvashatod ezt is. Jó, szóval lényeg az, hogy az ember, ha keres egy tevékenységet, akkor most rátalálta. Itt van egy tevékenység. Egy olyan tevékenység, amelynek az emberiségnek és a bolygó történelmében, ami most van, nélkülözhetetlen, amit csinálunk. Ugyanis, ha nem tesszük tudatossá az embereket, nem tesszük azzá, hogy képesek legyenek szeretetben, békében együttműködni, akkor az emberiség lehúzza magát a vécén. Oké? És ezen érdemes lenne elgondolkodnod, de nem túl hossza. Tehát mi várunk rád, hogy tudatosodj, és segíts abban nekünk, hogy minél több embert tudatossá tegyünk. És te is kereshetsz olyan embereket, akik tudatosodhatnak, és
kéred a segítségüket abban, hogy tegyen ő is tudatossá másokat. Ez egy olyan rendszer, ahol a bevételnek, a cég bevételének a 76%-a ki van fizetve azoknak az embereknek jutalékban, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy itt minél több tanuló legyen. És ez a 76% ez a teljesítmény arányában nő. Tehát minél több tanuló van, annál nagyobb a kifizetési arány. Ez ilyen, mennyi volt, 40-valahány százalékról indult 13 évvel ezelőtt. Oké? Tehát lényeg az, hogy legyen egy harmadik is. Mi ennek a 20 pontnak, harmadik oldal, teljes egészében megfelelünk. És nem találsz még egy olyan céget, szervezetet a bolygón, amelyik ezt megcsinálja. Oké? Tehát, hogyha nem tesszük a dolgunkat, mondom még egyszer, az emberiség leúszhatja magát a WC-n. Úgy, ahogy van. Tehát nem ezért vagyunk, mint emberiség itt a bolygón, hogy elhűljünk, nem tudom, világos-e. Nem gondolod, hogy azért kellene itt lennünk, hogy szellemileg, lelkileg fejlődjünk? Nem az elhűlésért? Jó, úgyhogy ha úgy gondolod, hogy itt az ideje, hogy fejleszd magadat és segíts másoknak is a fejlődésében, akkor itt a helyed. Ha úgy gondolod, hogy nem, akkor majd meglátod, hogy fog alakulni az életed. Csak ugye mit tapasztalunk ezekkel kapcsolatban? Akik ide kerülnek, amikor ide kerülnek, nem véletlenül. Pont akkor kerülnek ide. Mikor meglátják ugye az előadásomat, és mondjuk egy szervezés, szervező ajánlója is akad, de ő mondjuk nemet mond. Tudjátok, mit látunk? Utána úgy megnehezül az élete, hogy beleződül, érted? Szó szerint. Tehát akik viszont jönnek, annak meg könnyebbé válik az élete. Hát nyilván, ha tanul is. Hát ha nem tanul, attól, hogy itt van, és nem tanul, attól nem válik könnyebbé az élete. Hát ezt ugye félre ne értsük. Tehát nem attól lesz jobb az életed, hogy ide regisztráltál, és befizeted a tandíjat, és nem csinál semmit. Hát attól nem lesz jobb az életed. Rendszeres képzéseink vannak minden szerdán és vasárnap este. Nem teljesen ugyanabban az időben, mert szerdán mindig 18 óra, vasárnap pedig mindig 16:30 a kezdés. Ezáltal ugye vasárnap hamarabb befejeződik, szerdán pedig később. Minden hónapban egyszer van egy teljes napos képzésünk, ahol ugye sokkal, de sokkal többen vagyunk, mint máskor. És hát a képzések tandíja az teljes egészében megfizethető bárki számára. Hiszen ilyen visszaszámoló óradíjra, ilyen kedvező óradíj gyakorlatilag semmilyen képzésen nincs. Egy első osztályos gyereket sem képeznek, korepetálnak ennyiért, csak ennek a többszörösért. Azért, hogy minél többen tanulhassanak itt a bolygón. A világon nagyon sok helyen nézik a képzést most élőben, majd, vagy felvételről. Ne lehet élőben felvételről nézni, lehet rádió hallgatni is, aminek ugye sokkal kisebb az internet szükséglete. Lehet letölteni a képzéseket. Tehát a díjmentes az díjmentes.
ott nem kapsz módszert. Ott hallhatsz olyat, hogy mit nem csinálsz jól, nem úgy kéne, hanem így kéne, de azt, hogy hogy juss el oda, azt nem fogsz kapni. Azt a második részben. És ezeknek a képzéseknek a havi értéke az 200 ezer forint. És az első hónapban ezt a 200 ezer forintos értékű képzést megkapott 19.700 forintért. Elég kedvező, nem? A második hónaptól meg még kedvezőbben 12.500 forintért. Tehát ha ilyen képzéseket akarnál máshonnan, akkor olyan 200 ezeret kiperkálhatnál havonta, 30 óráért. Úgyhogy ráadásul még benne, bekerülsz egy közösségbe, ahol mindenkinek van vezetője, mindenkinek van tapasztalt vezetője, aki tud segíteni neked, ha elakadsz, bármiben elakadsz, az életedben vagy akár az ajánlásokban elakadt, tudnak segíteni. Tehát ez egy olyan jövedelemszerző lehetőség is, ahol a jövedelemszerzésben is tudnak segíteni. Oké? És azért gondold végig, olyan dolgot csinálni, amivel megmentjük az emberiséget, mondj még egy olyat, ami van még a bolygón. Lehet, van olyan, ami megmentik a bálnákat, a jegesmedvéket megmentik, de ahol az emberiséget mentik meg, olyat nem fogsz találni még egyet. Azért mondtam, hogy egy jó pár dologban teljesen egyedülállók vagyunk. Nekünk ez a küldetésünk, hogy megmentsük az emberiséget. A lelkeket. Mondhatjuk azt, hogy lélekmentők vagyunk. Szó szerint. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, akik újak vagytok és még nem vagytok tanulók. Beszéljetek egy ajánlótokkal, aki PPH-s, fogadjátok el a tanácsait, legyetek ti is tanulók, minél hamarabb, annál jobb lesz neked. Szeretlek benneteket, sziasztok!